Ebben a házikóban lakik Farkasné Pál Erzsébet, Bözsi nénit mindenki ismeri a megyében. Az ő nevéhez fűződik a Baba Múzeum létrehozása itt Decsen. Jöjjenek, ismerkedjünk meg együtt Bözsi nénivel, no meg a múzeummal! De 3-ba kimaradtam az általános iskolából, fiatal lányként nem mentünk mi akkor még nagyon sokan tovább tanulni se. Korán férhez is mentünk, és Decsen alakult egy háziipari szövetkezet, ki nagyon sok bedolgozó asszonynak adott munkát, és ugye fiatal lányokként, hogy ne menjünk ki a faluból, alakult egy háziipari táncsoport, akkor adtak egy kis hímezgetni való munkát. A szomszédomban lakott a Kumsári néni, a népművészet mestere. Itt egy hímző tanfolyam indult, akkor még a bíborvég jegykendő minta. Azt megtanultam, és bedolgozóként dolgozgattam a háziipari szövetkezetbe. Később aztán már nagyobb lányok lettünk, akkor megtanultam a rostkötést. Akkor rostoztunk bedolgozóként. 56-ba férhez mentem. Elkerültünk a férjem munkahelye miatt Bátára. Bátán tanultam meg a hímes tojás föstést, és a hímes tojás 40 év óta föstöm azóta is, hosszú-hosszú évekig bedolgozóként, és a 70-es években bekerültem népi bútor föstőként, műhelyesnek, úgyhogy én a kézműves munkának talán minden részét megpróbáltam, vagyis végeztem a háziipari szövetkezetbe, az volt a munkahelyem, végig onnét is mentem nyugdíjba. Világéletében a kézművesség foglalkoztatta gyermekkorában is? Igen, az iskolában már úgy kezdődött, hogy hát elég jól rajzoltam. Na most a kézügyességből adódott ez a festés, a hímzés, a bútorfestés, a tojásfestés, és nagyon-nagyon tisztelem a népviseletet. Abban nőttem föl, azt láttam, szüleim, nagyszüleim, mindenki paraszt családból származom, és hát nem kellett a viseletet tanulni, mert láttam. Láttam, hogy édesanyám mit vett rá, mit vetett le, mikor, mibe járt. Meg érdekelt is, a mai napig is érdekel, amit nem tudtam. A 80 éves körösztanyámtól még nagyon sok mindent meg tudtam kérdezni, de sajnos tavaly az is elhunyt, és most már kevés van, aki még. És én azért szeretem tudni, hogy hitelesen eredetileg legyen az minden úgy, ahogy az régen volt. Tíz éven köröztű népi bútorfestőként, ahogy említettem az előbb, és akkor úgy gondoltam, hogy annyit megfestettem, sok-sok tanya berendezést, Pesten a Citadella éttermet, a Dunaföldvári borozót, a Szekszárdi TS borozót, akkor még régen, és akkor megcsináltam magamnak is. Na most ezek a bútorok, ezek régi hagyatékok, nagymamám, öreg körösztanyámnak sublótja, kaszlia, van benne új is, a konyhabútorom, asztala, sarokpadot csináltattam, és úgy próbáltam, hogy azért nekem is legyen, amiben élek, amit idáig csináltam. Tehát a mindennapokban is meg kell, hogy jelenjen a múlt. Igen, igen. Szeretem a szőttes abroszokat, a terítőket, a diszeket. Hát itt, ha végigmegy a lakásba, akkor tele sárközi fényképekkel, föstött bútorokkal, egy-egy tálca hímes tojással, úgyhogy a berendezésem is azért a népi kézműves munkákból áll. A bútorok, a tányérok mind sárköz motívumait jelenítik meg. Mik jellemzők erre? Ahol most itt állunk, ezt régen kredencnek vagy kaszlinak hívták. Hát a bútoron is megvan a maga jellemzetes mintája, a tulipántos, gyöngyvirágos, ugyanúgy, ahogy a tojásnak, a bútornak is megvan a maga mintája, úgy hívtuk, hogy a tulipántos, gyöngyvirágos festett bútor. A sötétkék, valamint a piros színek dominálnak. Hát általában a sárközi szín
a sötétkék, a bútorba, a szőttesbe, a piros, fekete, fehér. Hát itt is mi nem dolgozunk kékkel, rózsaszínnel, az kalocsai szín, a sárközi az inkább a sötét, piros, fehér, zöld. Azt a színeket variáljuk, ahogy beleraktuk a bútorba. Minden egyes bútorra meg kellett a mintát csinálni, mert ugye nem lehet csablorul dolgozni, mert nem egyformák a filungok, a betétek. És akkor, amikor egy-egy bútort, egy széket, vagy egy sarokpadot, vagy egy kaszlit csináltam, akkor előtte megcsináltam magamnak egy mintát, hogy akkor az belepasszoljon a betétbe, vagyis a filungba. Hát az mind tulipántos, kerekrózsás, gyöngyvirágos. Ebben a 3-4 motivummal dolgozunk, de ugyanígy megvan a tojásnak a maga mintája, megvan a viseletnek a varása, hogy mit, hogy merre. Hát mindennek. A szőttesnek megvan a maga mintája, a hímzésnek, a bíborvégnek, a jegykendő mintának megvan a színe, megvan a mintája. Hát a bútornál olyan sok variáció nincs. Sötét falu volt, sötét alapon, és a piros-fehér zölddel variáltunk. Ha ránézett egy bútorra, rögtön tudta, hogy milyen lesz? Igen. Amikor én már ránéztem a bútorra, én tudtam, hogy mit fogok rátenni. Na most elejében, amikor bekerültünk a háziipari szövetkezetbe, azért elmentünk egy-két tanyába, református templomba, levettük a mintát, a régi, az 1800-as évek végéről való padokról, ládákról, azért vettünk le mintát, de azon már mi tudtunk fordítani, azon a virágon, vagy azon a motívumon, azt mi már tudtuk fordítani erre, arra, hogy az oda jöjjön ki a szekrény elejére, vagy amire akartuk rárakni. Sárköz összes forma világát, motívumait ismeri? Hát sárközből nem nagyon tudnak a kérdéssel megfogni. Másik tájegységben még nem avatkozok bele, mert az ahhoz nem értek, de a sárközből kevés kérdés van, amire nem tudok válaszolni. A bútornál nincs egy olyan 20 motívumot fordítunk, de tojás mintám az van 150 darab. Amit lerajzoltam, szóval az több. Hát ugye bútorból van ez a 4-5 darab olyan minta, és akkor ezeket forgatjuk, hogy ebből aztán milyen filung, vagy milyen minta jön ki. A 98-ban nyílt meg itt Bözsinénél a Baba Múzeum, ami sárköz összes népviseletét bemutatja. Ha jól tudom, közel 200 baba kapott itt helyet. Hogy sikerült mindezt összegyűjteni? Hát 98 óta működik mint Baba Múzeum. Először fönt volt a lakásban, egy kisebb helyen, azt a helyet kinőttem, és akkor a garázs lett átalakítva, és nem is éppen Baba Múzeum címmel működik most, hanem sárközi életképek. Ezek a babák, ezek mind kézi munkák, itt mindent én csináltam, a feje tetejétől a talpáig, és ez a 160-200 közötti baba, ez néprajzi zsűri által minden egyes darab le van zsűrizve, és ez mind hiteles. Hogyan született meg az első? Mi volt, ami elindította ösztönöztönt arra, hogy létrehozza az első babát? Hát úgy született meg az első, hogy én mondtam, hogy a háziipari szövetkezetben dolgoztam, és amikor nem volt bútorrendelésünk, akkor engem oda tettek a babarészlekhez. Mert ugye különböző ágazatok voltak, volt a szövés, hímzés, rostkötés, tojásföstés, bútorföstés, babarészlek, sok mindent csinált akkor még a háziipari szövetkezet, és akkor ott már egy kicsit elnéztem a baba készítést, és akkor főraktam a szekrény tetejére, erre-arra dobozokba, úgyhogy nem 98 óta készültek ezek a babák, hanem már előtte is. És utána akkor, mikor nyugdíjba mentem, 83-ba, akkor aktívabban már öltöztettem babákat. És úgy gondoltam, hogy az utókornak be kéne valamit mutatni, ami megmarad. Először egy lakodalmas menetre gondoltam, hogy megcsinálok egy lakodalmas menetet, de hát a lakodalmas menet az kimerül a zenekar, a vőlegény, mennyasszony, násznép, az nem volt, és akkor úgy gondoltam, nem adott elég munkát. És akkor úgy gondoltam, hogy megcsinálom a sárközi népünk parasságát. Most ebbe a 160-200 közötti, nem is tudom pontosan én se, hogy mennyi, mert mindig egyet-egyet még oda dugok hozzá, amikor van egy ötlet.
akkor úgy gondoltam, hogy megcsinálom a sárközi népünk életét, parasságát, egészen a születéstől a siratóig, amiben ugye benne van az egész korosztályunk, ahogy megszületik, főnől. Úgy gondoltam, hogy azért nem árt, hogyha a gyerekek is visszamennek a gyökerikhöz. A kicsinek tetszik, mert baba, nagyobb bacska már odafigyel, hogy ez miért is így volt, az idősnek nosztalgia, és úgy érzem, hogy azért csalódva nem megy ki senki. Én a Baba Múzeum bemutatásához egy órás állatvezetésbe elmondok minden babáról egy-két mondatot, de elmondom az egy személynek is, ugyanúgy, mint az egy busz népnek. Úgyhogy, és ha az megadja azt a tiszteletet, az az egy vagy a két személy, vagy egy család, hogy eljön és érdekli, és megnézi, és örömmel látom, hogy érdekli, mert kérdez, akkor én nagyon szívesen, mert az a tapasztalatom, amikor elmegy, az küld maga helyett másik látogatót, mert ő dönts el, a vendég dönts el, hogy érdemes-e ezt megnézni, vagy nem. Én nem szokom eldicsérni, mindig azt mondom, hogy előbb tessék megnézni, és akkor dönts el, hogy érdemes-e idejönni utána. Gyakran jönnek látogatók? Hála Isten, igen. Igen, jönnek. Egész nyáron azért vannak külföldi csoportok is, azt szeretem, ha tolmáccsal jön, mert sajnos beszélni nem nagyon tudok, ugyan van a föliratban egy kis német szöveg, de akkor kézzel lábban mutatjuk a fürdetést, meg mindent. Ugye azért megmutatjám a baba magát, hogy mit mutat, vagy mit akar. Jönnek nyugdíjas klubok, jönnek gyerekek, jönnek fiatalok, jönnek messziről csoportok, mondhatnám Szolnoktól Debrecenig, nagyon-nagyon sok helyről megjelentek már megnézni. És úgy néz ki, hogy mindig szájhagyomán útján terjed, mert sok család is jön, hogy hallotta mástól. Az interneten is fönn van több helyen, onnét is külföldiek lenézték. Úgyhogy jönnek. Bátaszéken van egy babakészítő, Human Mátyásné. Panaszolta el nekem a közelmúltban, hogy bizony nagyon szeret készíteni babát, de az alapanyagot megszerezni hozzá ma már egyre nehezebb. Hogy van ezzel? Hát igen, nehezebb, mert most már nagyon nehezen lehet szép Sejen Zsorzsetet kapni, ami ugye a fejének kellene, mert azért nem mindegy, hogy az ember milyen anyagból csinál meg egy baba fejet. Nagyon nehéz a ruhákat is beszerezni, mert hát bizony nem lehet eredeti anyagot. Nem úgy van, mint régen, hogy bemegyek a bódba és veszek fémétel sejmet. Van, mikor bizony én is elmegyek a vásárra, az 2-3-4 ezer forintért tudok egy sejemkendőt és keszkenyőt megvenni, és azt szabom főruhának. Hát ugye az én időmben akkor minden nylon otthonka volt, meg jersey szoknya. Egyszerűen egy flokon vagy egy karton anyagot nem kaptam, ami eredeti. Volt úgy, hogy a körösztanyámnak mondtam, hogy körösztanyám, repítsem el a szoknyáját, amit nem használ, mert nem tudok kapáló szoknyát varni a babának. Szóval elég nehéz, és arra bizony törekedni kell, hogy itt minden csak eredeti lehet, mert ha nem, úgy visszavágja a zsűri, mint ha oda se vittem volna. De nem csak a zsűri miatt, hanem tudtam én magam is, hogy nem sájom szoknyába mennek el kapálni, hanem megvolt annak. Itt ez a baba, amit itt látni tetszenek, ez mind különböző ruha, ennyire színes és ennyire gazdag volt a sárköz. A napnak minden órájában megvolt, hogy mit, hova és mikor lehetett viselni. Ugye másba mentek mulatni, másba mentek a templomba, másba mentek el szexárra, másba dolgoztak el otthon, a piacra, a pékhő. Sárköz gazdag volt, és itt bizony nagyon színes és nagyon drága és szép ruhákba jártak az emberek, és én ezt próbáltam most mindet megcsinálni kicsibe, amire lehetőségem volt. Özsini, segített magának valaki létrehozni mindezt, hiszen ehhez nem elég csak készíteni, az alapanyagot be kell gyűjteni, a garást át kellett alakítani, ki kellett festeni, rendbe kellett tenni, a vitrines szekrényeket meg kellett venni. Segítséget kaptam a polgármesteri hivataltól, a többit azt mind önerőből csináltattam. Bözsi néni segítségével megismerhetjük a Baba Múzeumot, jöjjenek velünk egy kis tárlatvezetésre. Az első babáról annyit mondanák el, hogy addig hordhatta a bíboros, tekerőzős felviseletet, amíg az első gyereke meg nem született, de sárközben régen nagyon korán férhez mentek a lányok, ami nem volt ritka a 14-15 éves házasság. Aztán egy komasszony kisbaba látogatóba megy, komatálat visz,
A gyerekföröztés régen még ugye teknyőbe történt, az én korosztályomnak, nem Kiskádba. A református község volt a Sárköz, pici babát köröztőtek, egy köröztölőt mutatok be. Aztán nagymama unokázik, ugye ez is egy közismert dolog, hogy a nagymama mindjárt értire üteti a kicsikét is, meg a nagyobb bacskát is. Aztán régen ugye még nem voltak ezek a drága bóti játékok, mint most, hogy mindenki megveszi a gyerekinek a legdrágábbat. Az otthon készített csutka babával háromlábú fát törtek, arra lonyfejet tekertek, az volt a játék. Aztán mikor megkonfirmált, akkor már vatta a jegykendőt a vőlegénynek, mert bármikor eljöhetett a készfogó. Ugye lavorba történt a mosakodás, mert nem volt falun fürdőszoba meg zuhanyozó, hanem bádog lavor. Sárközbe a lányokat mindig öltöztette az anyja, befonyta a haját, ráadta a slingőt, rokolyákat, pöndőket, hogy azok mindig csak nagyon szépen mehettek ki az utcára. Ezek a lányok mulatságban vannak öltöztetve, a gazdagobb lányok díszesebben, a szegény lányok meg egyszerűbben. Ide értünk a másik oldalához. Hát itt egy kenyérsütés rész, nagyon régen még kemencék voltak a házaknál, de aztán már pékek lettek a faluba, és minden családnak meg volt a szokása, hogy kedden vagy szerdán van a kenyérsütés, és egy héten egyszer sütöttek kenyeret. A szabroszba csavarták, nem savanyodott, meg nem száradt, meg nem mozsálódott, nem úgy volt, hogy elmegyünk fél kiló kenyérért, mint máma a bódba. Mindig tudta a házi asszony, hogy 2 vagy 3 deknyő lég a családnak, és abból a kenyérből vágtunk egy hétig. Sárközben nagyon sok abroszt kaptak a lányok staférunkba, mert mindenre használták az abroszt. Ha elment a parasztasszony a községházhoz, vagy a szexárdra, a piacra, akkor nem öltözött fő ünneplő ruhába, elé bekötött egy abroszt, azt megjárhatta a falut. Vagy ott kötött a fejére kardjára, úgy vitte a vására a piacra az árulnivalóját. Ha árult a piacon, akkor főkötötte az abrosszát, abba rakta bele a pénzit, nem bukszája volt. Ugye nem most találták ki az övtáskát, az 1800-as években ugyanaz volt a funkciója, csak nem bőrbő volt, hanem kötötte az abrosszát. Ha pedig megjött az eső, akkor leódozta maga elő az abroszt, ráterítette a hátára, fejre, azt esernyőként is használták. Tevékenységét, élete munkáját több elismerő címmel is jutalmazták, elnyerte a Népi Iparművész címet, népművészet mestere is 2002-ben lett. Melyikre a legbüszkébb, és ha jól tudom, akkor van még a Talsóban több elismerés is. Hát az is egy nagy kitüntetés volt, amikor átvettem a népművészet mesteri címet a kulturális örökség minisztere, akkor a Görgei Gábor úr adta át, és hát az se volt azért olyan egyszerű dolog. Utána rávaló évbe kaptam egy mesterrel meg díjat, azt Nyíregyházán vettem át, és akkor 4-en kaptuk meg az egész országba, és 15 évenként adják ki ezt a díjat, és ez mellé kaptam egy középfokú szakoktatói engedélyt, aminek hát sajnos Decsen nem nagyon tudom hasznát venni, de azért gyakorolom, mert naponta 2-3 elmondom a tárlatvezetést, és azért csak az is néprajz, és pár helyre már meghívtak. Nem régen voltam a Laki Telki Népfőiskolán egy előadást tartani a Sárközről, voltam már Békés Csabán egy ilyen népművészeti táborba előadást tartani, a Kiskunfélegyházi Múzeum keretébe hívtak meg Sárközről előadást tartani, Pécsen voltunk viseletbemutatót csinálni, és hát tárlatvezetést csináltam. Hát ahova meghívnak, oda szívesen elmegyek. Sokat voltam már külföldön, voltam Amerikába, Spanyolországba, Portugáliába, Hollandiába, Franciaországba, többször Németországba. 98-ban Tunéziába voltam a Gönc Árpád társaságában egy önálló kiállításon. Én voltam a Hanoveri világkiállításon népművészként. Márdi Ferenc köztársasági elnök is már volt itt megnézni a Baba Múzeumot, és nagyon nagy megelégedéssel ment el, és mondhatnám azt, hogy nagyon sok híres néprajzos tanárok, gyerekek, iskolások, óvodások sokan megtekintették, sőt jönnek a néprajzos gyerekeknek, soknak segítettem a szakdolgozat megírásába. Nagyon nyüzsgő természet? Igen.
nekem munkám legyen. Sokszor mondom, hogy nem győzöm a munkát, de ha nekem elfogy, akkor én belehalok. De én nem maradok munkanélkül, mert én mindig találok. Úgyhogy varok sokat, sokáig éjjel, mert nappal azért, ha jönnek látogatók, mindig az első a vendég. Nincs zárva tartás a múzeumban, ha délbe csöngetnek, akkor mindig én alkalmazkodok a vendéghez. Telefonbejelentésre, akkor természetes, hogy nem megyek el a gyógyszertárba, nem megyek el a szexárra, akkor itthon tartózkodok. És legyen nekem munkám, mert ha nekem elfogy a munka, akkor nekem vége. Mit szeret legjobban csinálni? Mi kapcsolja ki legjobban? Hát a viselet. A viselet. A sárközi viselet. Varok, babát öltöztetek. Úgyhogy ez nem csak munka, hanem hobbi is, mert szeretem csinálni. Sokszor éjjel elvarok 2 óráig is, hogy visszanézek az órára, hogy Jézusom már 2 óra. Észre se veszem, hogy elmegy az idő. Mert nappal azért, ugye egy parasztháznál van a kert, csöngetnek, jönnek, vendég jön, és akkor nem, de este akkor már van nyugalom, akkor le tudok ülni, varni, és oda tudok figyelni, és akkor csak azt csinálom. És megfelejtkezik mindenről, ami körülbelül. Mindenről, mert nem is érdekel akkor semmi. Sajnos az idő eljárt fölöttem, olyan nagyon sok vágyam már nem lehet. Bővíteni se nagyon tudok, mert kinőttem a helyet. Még ugyan ötletem lenne, még egy olyan vágyam van, hogy a vitrinnek a hátulját be szeretném tükröztetni. Hollókön voltunk a nyáron megnézni egy babamúzeumot, és nagyon tetszett, ott láttam, hogy az összes vitrinnek be volt tükrözve a möge, és hát látszott a babán a pántlika, a tornyos bársony, a fejbekötés, és ez még egy nagyon nagy vágyam, hogy azt még szeretném megcsinálni, hogy adja vissza a hátulját is a viseletnek.